Nyílt nap után élelmiszerdoboz, lassulhat az ingatlanok ára, földtulajdoni gyűlés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 6-án 18 óra 5 perckor. Nyílt napot tartott a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium a pályaválasztás előtt álló elsősorban karcagi, de környékbeli nyolcadikosoknak. Tóth Barna igazgató elmondta, a gimnázium nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján nyitott iskola. Kapcsolódva a városi és egyéb rendezvényekhez, de kulturális, sport és tanulmányi téren is aktív a diák élet. Ebbe is betekinthettek az iskolába látogatók, akik először egy rövid filmet néztek meg a refiről, majd nyílt tanórákon vehettek részt. Az angol, német és orosz nyelv iránt érdeklődők különleges bemutató órákon barátkozhattak a tananyaggal. Látványos volt a biológiai bemutató és az interaktív kémia óra is. Emellett, ahová meghívnak bennünket szülőértekezletre általános iskolákba, oda természetesen nagyon szívesen elmegyünk, a karcagi iskolák mellett a környék általános iskoláiba is, környező települések általános iskoláiba is. Vannak olyan helyek, ahova mi magunk jelentkezünk be mondjuk egy-egy osztályfőnöki óra keretében való tájékoztatásra, és ezen kívül még kínálunk programokat itt az iskolában, én úgy szoktam hívni, hogy ilyen tematikus délutánok keretében. Ezeknek az első alkalma lesz éppen a mai délutánon, amikor egy természettudományos délutánt rendeztünk a nyolcadikosoknak. Ez egy óra hosszából álló történet, és akkor különféle részei vannak az informatikától a biológián, kémián keresztül egészen a matematikáig és a fizikáig. Néhány nap múlva lesz majd egy nyílt történelem fakultáció, aminek ugye az az érdekessége, hogy amikor délelőtt érkeznek a gyerekek, akkor a nyílt tanórák között fakultáció semmiképpen nem tud szerepelni, viszont mi szeretnénk ezt a lehetőséget is megnyitni most előttük. A szaktanárok példákon át bemutatták a fizikai összefüggéseket. Négyzetre emelték a matekot, az anyanyelvi órákon pedig a vendégek részesei lehettek a múzsák tea délutánjának, de a történelem iránt érdeklődők is kaphattak tanulmányaikhoz háttérinformációkat, segítve az iskola választást, hiszen a refiben a tagozatokon igen sokrétű a képzés, a tehetséggondozás, mely révén a tanulmányi versenyzésre is van bőven lehetőség. Amit eddig próbáltunk, ötféle képzést kínálunk egyébként, mindegyik emelt óraszámú gimnáziumi képzés. Úgy néz ki, hogy most mindegyikre van érdeklődés, és az új dolgok is kezdenek szépen beállni. Tehát van az angol nyelvi képzésünk, ez ugye a leghagyományosabb, legnagyobb múlttal rendelkező képzési formánk, ami már az újraindult református gimnázium elejétől számítódik, az pedig az emelt természettudományi képzése, a matematika, fizika és a biológia, kémia vonallal, és akkor erre épült rá egy informatika, illetve most 2 év óta már szépen működik egy magyar történelem vonal is. Mi szeretnénk, hogyha messzebbről is érkeznének diákok, de a jellemző az inkább az, hogy Karcagról. Onnan nagy részük a református általános iskolából érkezik, de a város többi iskolájából is azért van érdeklődés, és nagyon örülünk minden diáknak. Van még a környező településekről is érdeklődés, említhetném talán Bucsát, Kunmadarast, Berekfürdőt mindenféleképpen, még talán Püspökladányt is. Mindig szeretnénk egy picikét bővíteni a lehetőségeknek a tárházát ilyen értelemben, de ez nagyon nehéz dolog. Ugye nincs olyan túl sok diák most, ez a demográfiai mélypont a középiskolákat most jócskán érinti. Úgyhogy nem csak mi küzdünk ezzel a problémával, hanem a hasonló intézmények szintén. A következő nyílt napra is várják az érdeklődőket. Élelmiszer adománygyűjtő ládát helyeztek ki mindkét külvárosi részre. A kezdeményező Varga István a Karcagi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt, akihez az északi Újtelepen csatlakozott Varga József szélmalmi úti lakos és a körzet képviselője Nagyné László Erzsébet is. A déli külváros részén a nemzetiségi iroda Tisza utcai udvarára került a hűtőláda. Szerettünk volna azoknak segíteni, akiknek elfogy az élelme, mondta az ötletgazda Varga István Mici, aki az ötletet országos hirdetések alapján találta ki Karcagra.
Ez ötlet az országos hirdetések alapján találtuk ki mi is, mivel az országban látjuk, hogy már többen indítványozták, mi csatlakoztunk ez az ötlethez. Nem az én ötletem volt, országos ötlet, de Karcagon az én ötletem volt, és így az egyik rokonommal, az északi újtelepi Varga Józseffel, megemlítem nevét, ővele közösen ezt megoldottuk, az északi cigánytelepen is lesz, a déli cigánytelepen is helyeztünk el egy-egyet. Igaz, hogy többen kérdezik a város szintűek, hogy a városban miért nem teszünk. Mi nem rendelkezünk avval az engedélyekkel, hatáskörökkel, hogy a városban is bármit kitehessünk. Mi úgy gondoltuk, hogy ez zárt hely, iroda udvara, ott egy magánlakás udvar, ami azt jelenti, hogy a lakók hozhatnak is bele, de vihetnek is. Föl is hívtuk a lakosság figyelmét, hogy akinek marad otthon egy kis éjszakai megmaradt vacsiok, vagy bármilyen ebédjük, egy ételhódóba, egy befőttes üvegbe, bármibe elhelyezi, és akár szégyeli, akár nem, akkor este elhelyezheti, mert a kapu reggelig nyitva van, behozza, és majd reggel vagy este a rászorulók meg fogják találni. Én úgy gondolom, hogy az egy nagyon nemes munka, amit végzünk, hiszen a városunkban bízok benne, hogy többen fognak telefonon hívni, akár a város szintű lakosságok, hogy menjek érte, nem lökjék ki a kuka mellé, mert lehet látni, ön is, meg többen is láttuk már, hogy a kuka tetején ott vannak az élelmiszer, mert kiteszik azért ők is, csak éppen a kuka tetejére, ami nem szabályos, hiszen már egy szemétnek minősülhet. De ha fölhívnak bennünket, mi érte megyünk, mi elhelyezzük ebbe az élelmiszerhűtőszekrénybe. Az iroda udvara be van kamerázva. Így oda a lakók reggeltől estig hozhatnak bele tartós élelmiszert, gyümölcsöt, főtt ételt, de vihetnek is innen aznapra a családnak vagy maguknak élelmet. A hűtőn hagymásnak felirattal arra utalnak, hogy mindenki csak az aznapra való élelemmennyiséget vigyel magával, hogy másnak is maradjon. Bízunk benne, hogy a kiírt szabályokat meg fogják tartani még a szegények is, attól függetlenül, hogy ő szegény. Én arra gondoltam, hogy vegyek ki arra napra való élelmét, amit aznap ebédel, vagy éppen majd megvacsorázik, és nézzen el hónap is. És bízunk benne, hogy hónap is lesznek olyan emberek, akik eljönnek, és tesznek bele, hogy neki megint jusson. Én ma telipakoltam a saját költségemen, hiszen meg kell indítani valakinek az ötletet, a tervet. Az északin a barátom, a testvérem pakoltat elő, ő is, mi saját költségünkön tettük ezt most elő, de bízunk benne, vannak rengeteg nemes emberek, akik csatlakoznak hozzánk, a város szintűek is. Az induló készletet Varga István, Varga József és Nagy Nél László Erzsébet biztosította mindkét telepen. Én tudom, hogy mi az a mély szegénység, hiszen én is egy 9 gyermekes családból származok, és nagyon sokszor találkoztam ezzel a ténnyel, hogy mit jelent az, hogy januárban nincs, és most nagyon örülök annak, hogy egyik megalapítója lehetek ennek a élelmiszerládának, hogy annak, akinek nincs, legalább egy napra való betevője legyen. És hát ez így jött, hogy ezt létre tudjuk hozni a cigány kisebbségi önkormányzattal és a kerületi képviselőnkkel. Mi nagyon szoros munkát végzünk együtt, és hisszük azt, hogy ez nem fog annyiba maradni, hanem egyre népszerűbb fog lenni, hiszen azt jelzik a visszajelzések, hogy nagyon sok segítő ember van, aki azonosul ezzel a látással, és bízom benne, hogy ezt továbbra is minden évben meg fogjuk csinálni, és véghez fogjuk vinni. Per pillanat most vagyunk szerződésben és segítségnyújtásban a Máltai Szeretett Szolgálattal, azon belül az itt lakó emberek, plusz a szimpatizánsok a városból is, hiszen én vállalkozó vagyok, piacon dolgozok, nagyon sok embert ismerek, úgy szintén ismerik az elnök urat is, Erzsike nénit is, és akkor így hiszük azt, hogy ez nem fog üres lenni, hanem folyamatosan jönni fog az utánpótlás. Nagynél László Erzsébet, a körzet képviselő is mindkét ládába hozott adományt. Nagyon örülök neki, hogy ez a kezdeményezés innen jött, a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság igényeit látva, a elnök úr, és hát nekem a úgymond jobb kezem, Varga József segített, és az ő ötletük alapján valósult meg ez a élelmiszer, szekrény élelmiszer láda mind a déli külvárosi részen, mind az északi újvárosi részen, és nagyon remélem, hogy valóban folyamatosan fognak jönni az adományok, hiszen nagyon sok élelmiszert, akik nem használunk fel, vagy túlvásároljuk magunkat,
nyilván ez velem is elő szokott fordulni. Lejárati idő előtt nyugodtan ide lehet hozni, oda lehet adni, akár Jóskának, ahogy említette is, a piacon megtalálható, csütörtökön is, szombaton is, és ő biztos vagyok benne, hogy behelyezi ebbe a szekrénybe, és az arra rászorultak igénybe tudják venni. Nagyon jó ötletnek tartom, és nagyon örülök, hogy az ő részükről jött a kezdeményezés, és mindenben támogatom ezt a kezdeményezést. A képviselőnő támogatja a kezdeményezést, amit a későbbiekben ruhával is bővítenek majd, mert arra is van igény a rászorulók részéről, főleg a hidegebb időjárásban. Hát a ruha is egy olyan dolog, amit ugye megszületik a gyermek, nő, kinő, kinövi, mi is valamennyire elhasználjuk, vagy a divat kapcsán ugye új ruhákat vásárol az ember, és otthon már nem is fér a szekrénybe, és ezért arra fogjuk kérni majd a lakosságot, hogy nyilván lehet a Tesco-nál kihelyezett ruhagyűjtőbe is elhelyezni, de most megpróbálunk gondoskodni arról, hogy ezen a két város részen is legyen ilyen gyűjtőláda, amibe bele lehet helyezni a már otthon nem használt ruhákat, nem kell a szemét bedobni. Nyilván ezzel a hulladék elszállítási díj is csökken, és ez már a kereskedővénám volt, tehát amit fizetni kell, de úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb igény van rá a rászorultak részéről, főleg egy ilyen hidegebb időjárás esetén. Az előrejelzések szerint idén csökken a lakássárak növekedési üteme, 0-5% közötti drágulás várható országos átlagban, így városunkban is. Térségünkben akár még árcsökkenés is előfordulhat a prognózis szerint. A fővárosban pedig elsősorban az olcsóbb kategóriájú lakásoknál van még tér az emelkedésre. Budapesten az országosnál kicsit nagyobb, 2-5%-os lehet az áremelkedés. Vidéken pedig 5%-os csökkenés és 5%-os növekedés közötti árváltozást várnak, így Karcagon is. Az új lakások kínálatának csökkenésére számítanak 2020-ban az elemzők. A január 1-től ismét 27%-osra emelkedett áfakulcs miatt. Bár az új lakások átadása még bőven várható az idén, az azokban elkészülő lakások nagy része már gazdára talált. Az új kínálat viszont lényegesen kisebb lett a korábbi évekhez képest. Egyelőre a bérlakáspiac megerősödésére nem számítanak az elemzők. A jogszabályi környezet szabályozatlansága, a lehetséges befektetők hiánya és a finanszírozás kérdése ugyanis számos nehézséget gördít az ilyen fejlesztések elé. A kínálat szűkülése azonban valószínűleg nem gyakorol majd jelentős hatást a használt lakások piacára. A lakáspiaci kereslet szempontjából kedvező a gazdaság erősödése, és szintén pozitív, hogy kedvezőek a munkaerőpiaci feltételek. A munkanélküliség történelmi mélyponton van, a bérek pedig növekednek. 2020-ban a jegybank előrejelzése szerint várhatóan 4%-kal nőhet a lakossági reáljövedelem. A lakáspiac szempontjából fontos finanszírozási környezetben sem számítanak jelentős változásra. A takarékindex elemzői 2020-ban. A kamatszint továbbra is alacsony, és drasztikus emelkedése valószínűleg nem kell készülni. 2019. november végéig a háztartásoknak nyújtott forinthitelek összege meghaladta a 830 milliárd forintot, ami így az előző év azonos időszakához képest majdnem 5%-os növekedés jelentett. A hitelkihelyezés az idén is erős marad, ami kedvez a lakáspiaci keresletnek. Pozitívan hatnak a keresletre az otthonhoz juttatás segítő állami támogatások. 2015. július 1-e és 2019. októberek között 363 milliárd forint volt a kifizetett családi otthonteremtési kedvezmény összege, ami 120 ezer családot érintett. Minden nyolcadik használt lakás vásárlásához igényeltek állami támogatást. Hirdetményi meghívó közhírlésre a karcagi földtulajdonosok vadászati jogközössége gyűlésére. Alulírott közös képviselő, mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földművelésügyi főosztálya, továbbiakban vadászati hatóság jogerős határozatával megállapította, hogy a 16, 75, 28, 50 kódszámú vadászterület határaival érintett karcagi földtulajdonosok vadászati jogközössége, a továbbiakban földtulajdonosi közösség képviselője a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról szóló vadászatról szóló
szóló törvény bekezdésében a működési szabályzat 7.1 pontjában írt eljárásrende 2020. február 10. napjára 10 órára földtulajdonosi gyűlést hív össze. A gyűlés helye Karcag, Kunhegyesi út 6 szám alatti vadászház. A regisztráció a fenti napon a földtulajdonosi gyűlés helyszínén 9 óra 30-tól kezdődik. A 12-es paragrafus első bekezdés szerinti határozathozatat igénylő napirendi pont nem került kitűzésre. A teljes napirend 1. Képviselői beszámoló a 2019-es évről. 2. A számvevő bizottság beszámolója. 3. napirendi pont. A 2020 évi tervek megvitatása. 4. Egyéb esetleges kérdések, észrevételek megbeszélése. Minden megjelenő szíveskedjen figyelemmel lenni a gyűlés előtti regisztrációs kötelezettségre, és legyen szíves pontosan ismerni, hogy mekkora területet képvisel tulajdonosként, és mekkora területet képvisel egyéb jogcímen, ilyen például a meghatalmazott hozzátartozójaként. A hirdetményi meghívó teljes és hivatalos szövege az érintett települések Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras polgármesteri hivatalának hirdető tábláján került kifüggesztésre, továbbá a Karcag televízióban. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!